tényleg egy emocionális plusz az, hogy nem csak az, hogy összejöttünk, már az is, meg hogy ilyen közegben, hanem az is, hogy eldöntöttem és kimondtam azt, hogy így rendszerszerűen bajnoki mérkőzéseken már nem fogok játszani. Annak ellenére, hogy a Honvédhoz tartozom és lejárok edzésre, és a felnőtt csapat fiatalabb játékosainak segítem a munkáját, aládolgozva az edzők kezei alá, de az, hogy én hétről hétre járjak mérkőzésekre, még annyira sem, mint tavaly, ahol 15 mérkőzést játszottam végül a szezonban, még úgy sem lesz, úgyhogy ez egy nyilván egy nehéz döntés, és azért főleg, mert én tényleg 10-20 év múlva is nehezen fogom azt elképzelni, hogy már hogy nem 18-20 éves vagyok, hogy nem az olimpiára készülök. Annyira a sport a véremben van, és a vízilabda annyira a szívem csücske, hogy nehéz. Tehát amikor egy sima egykapus edzés van, és lövöldözünk kapura, akkor is jönnek vissza az érzések, és nagy örömmel és nagy élvezettel edzek. Hát még amikor így összejövünk tényleg a világ legjobb játékosaival. Ahogy mondtad, Gergő, ennek a sportnak egy óriási legendája, és egy meghatározó, nem csak játékos, hanem egyénisége. Én ifi junior korunk óta együtt, vagy egymás ellen játszottunk, úgyhogy mi nagyon ismerjük egymást, és mindig volt közöttünk egy ilyen különleges, különösen jól megértettük egymást a vízben, amikor egymással játszottunk, mindig pillantásokból is nagyon sok gólt pasztattunk egymásnak, úgyhogy nagyon szerettünk együtt játszani. Meg volt köztünk egy ilyen nagyon őszinte emberi szeretet is, meg tisztelet a másik iránt. Egy hihetetlen biztos kezű, nagyon megbízható játékos, az ember mindig tudta, hogy azon a bizonyos meccsen, fontos meccsen tőle mit várhatunk elő, azt hozta is. Az esetek többségében nagyon jó csapatember volt, úgyhogy igazából néha túl sokat poénkodott, ami olyan fárasztó volt, de ezt is szerettük, mert egyrészt jó humora is van, úgyhogy a nehéz pillanatokban azért ez átsegített minket, másrészt neked tényleg egy zseniális játékos volt. Sydneyben az olimpiai döntőben dobálgatta a csókokat a végén, azt hiszem talán a harmadik vagy negyedik gólja után, amit szerzett, úgyhogy ezt örömmel látnám most is viszont. Ez nekem egy ilyen megragadó élmény volt. Ez nem egy sztori, de tehát az, hogy egy magyar játékos 25 év után olimpiai döntőben csókokat haigál már, azt hiszem a harmadik negyedben talán a lelátónak, az ugye eleve azt sejtette, hogy itt nagyon szép vége lesz, és utána át is vettük az olimpiai aranyérmet, úgyhogy ez nekem egy maradandó élmény. Egyébként nagyon sok sztori van a Gergővel, tehát hogyha elkezdeném sorolni, akkor egy ilyen 2-3 óra nem lenne elég, de én örülök annak, hogy sokat játszhattam ellene is, mert mindig is egy nagyon fair játékos volt, és ugye sokszor kellett őt fognom, illetve akkor, amikor egy klubban vagy a válogatottban együtt játszottunk, akkor meg nagyon élveztem azt, hogy közöttünk is működött az a kontakt, hogy csukott szemmel is oda tudtam tenni a kezére a labdát, mert tudtam a mozgásából, hogy mikor fog ellépni, mikor fog bemenni centerbe, hova kell neki letenni. És ez volt az, ami ezt az egész csapatot, az ilyen kapcsolatok, azok tették olyan nagyjá, mint amilyen volt. A Gergővel azért nem volt csak probléma, hogy egy ideális edzői arany volt, mert a szakmai dolgokat meg lehetett vele beszélni, egyébként pedig gőzerővel tette mindig a dolgát, legyen az edzés, vagy legyen meccs. Ő egy nagyon minőségi játékos volt, közben pedig a vízhordók alázatával és a vízhordók munkaképességével, állóképességével tette a dolgát. Tehát legyen az sima meccs, vagy legyen az nehéz meccs. Voltak olyan játékosok, akik nagyon-nagyon extra tudással bírtak, de igazából csak a nagyon nagy jelentőségű, fontos meccseken mutatták azt meg, mert olyan volt a természetük. Mondom, a Gergő, és jó néhányat mondhatok még a csapatban, az egy ideális edzői alany volt, nagyon jó volt vele dolgozni, és igen, ahogy mondtad, én már utánpótlás válogatott korától kezdve figyelemmel kísértem, én még a Komó edzője voltam, amikor édesapám csapatában játszott ifi válogatottban, junior válogatottban, EB-n, VB-n, és én nagyon sokszor láttam őt játszani, azt megelőzően, hogy az edzője lettem, én nem is gondoltam, hogy én valaha az edzője leszek, és mondom, egy ideális edzői arany volt. Van-e esetleg valami olyan történet, ami úgy megragadt, mint, nem mint játékos, hanem inkább mint ember, így pályán kívül? Egyszer volt egy mondata, ahol
A Gergő az nem volt olyan, hogy olyan nagyon keresse azt a lehetőséget, hogy bárkit is szembe dicsérjen. Tehát ő a cselekedeteivel mutatta ki az elismerését, a tetteivel. És egyszer kicsit a száján egy olyan mondat, hogy mondott egy edző nevet, akinél eléggé káosz van a vízben, mondott egy edző nevet, aki meg talán túlzottan meg akarja szabni minden játékosnak, hogy mi a tennivalója, és akkor azt mondta, hogy na ezért vagy te a kapitány, mondta nekem, mert ez pontosan érzed, hogy mennyit kell mondani, és hol lehet a játékosokat a maguk döntésére bízni. És ez nekem nagyon jól esett, és mondom, nem vártam tőle, mert nem volt olyan, hogy ilyet volna. 98-ban együtt szerződtünk le a Posillipo Napolihoz, Nápolyba, és most ez tényleg egyik, ami beugrott, hogy én egy Opel Kadett kombit kaptam az első évemben Nápolyba, és valamilyen karácsony, amikor kocsival mentünk haza, én párommal, ő meg az ő, akkor már talán feleségével, nem is emlékszem. És van egy kép rólunk, ahogy ez a két óriási, két méter magas ember áll a kocsi mellett, és alig férünk be, és tele van a kocsi bőröndökkel, és valahogy ez is így összeköt minket, hogy tényleg a pályán kívül is nagyon-nagyon sokat voltunk együtt. És, de inkább talán ezek az hülye poénok, amiket állandóan nyomott, amik tényleg volt, hogy fárasztóak voltak, de volt, hogy nagyon-nagyon helyén valóak, és nagyon jókor nyomta be őket. Jól le tudtuk vezetni a feszültséget ezekkel a poénokkal, úgyhogy nem tudnék igazából kiemelni egy momentumot, mert nagyon sok volt, de mégiscsak több mint 20 évet játszottunk együtt. Majdnem mindig központi személyiség, hogy azt mondjam, tehát a Gerűről tudni kell, hogy ő, ami a szívén, a száján. Van, amikor lehet, hogy jobb lenne, hogyha nem mondaná ki, ami a szívén, a száján, de ugye ezt mindig megtette, sok-sok munkás szituáció volt ebből adódóan. Úgyhogy abszolút központi figura, de olyan karakter, aki egy csapatot mindig fel tudott dobni. Fel tudta rázni, tehát hogyha esetleg volt valamilyen mélyrepülés, amiből lelkileg így ki kellett rángatni a hajánál fogva a társaságot, akkor ezt megtette. Ritkán korholt, de akkor határozottan, és inkább a buzdítás volt az, ami nagyon intenzív volt mindig is a részéről, meg a móka. Ugye mondtad, hogy nagyon hosszú karrier áll mögötted, rengeteg címet nyertél, háromszoros olimpiai bajnok. Van-e esetleg olyan, ami úgy igazán a szíved csücske kiemelkedik az összes többi közül? Mindegyiknek van oka, hogy miért szeretem. Az első nagy aranyérem az egy ifjúsági elvi arany volt, amikor először szólt a himnusz. Nyilván a három olimpiai aranyérem a legerősebb és a legnagyobb diadal, de az, hogy csak egyszer tudtunk világbajnokságot nyerni, pedig négyszer is döntőbe jutottunk, és legalább hatszor voltunk olyan csapat, akinek döntővel esélyes garnitúrája volt. Mindegyik kiemelkedő, a legtöbben természetesen az olimpiákra emlékeznek.